Az átlátszó már 13. éve azon dolgozik, hogy olyan történeteket kutassunk fel, olyan információkat hozzunk napvilágra, amelyek amúgy hiányoznának a magyar nyilvánosságból. Most a legnagyobb sajtóelhárítási technika az, hogy minden adatot visszatartanak és adatpereket kell indítani, ami azért abszurd, mert hogy a saját közpénzünk, a saját általunk befizetett adónak a sorsáról egyszerűen nem hajlandóak számot adni. Hosszas pereskedéssel sikerült kideríteni azt, amit el akart titkolni a Pest vármegyei kormányhivatal. Jelesül azt, hogy a Gödi gyár esetében még vízfigyelő monitoringkutak létesítését sem írták elő. Újabb közadatigénylések nyomán kiderült, hogy a levegőbe is bekerült óriási mennyiségben ez a mérgező magzatkárosító anyag. Vannak eltitkolt történetek, eltitkolt adatok, amiket akár bíróságig is elmegyünk, hogy megszerezzük. Néhány éve elindult a Városi Civil Alap nevű támogatási program, ami elvileg arról szólna, hogy állami pénzeket kaphatnak különböző helyi civil szervezetek. A gyakorlatban azt látjuk, hogy ennek a legnagyobb részét olyan csoportok kapják, amik általában helyi fideszes jelöltekhez kötődnek, és gyakran nyíltan kampányolnak is. Azt, hogy egyáltalán ezt megkaphatják, az egy jogi kiskapunak köszönhető. Folyamatosan tanulni kell, meg fejlődni kell ahhoz, hogy ahogy fejlődnek a lopásban, nekünk fejlődnünk kell, hogy utolérjük ebben őket, és le tudjuk leptezni. Úgyhogy ez egy kemény munka, de attól még muszáj. Mert ha ez a kontroll is elveszik, akkor igazából már nem sok minden marad. Az átlátszónál mi valódi civil szervezetként működünk, és ahhoz, hogy ezt fent tudjuk tartani, ahhoz nagyon fontos, hogy az orvosi támogatásokból minél nagyobb mértékben tudjunk dolgozni, hiszen az a pénzügyi függetlenség garantálja azt, hogy a politikától és pénzügyi érdekektől is függetlenek lehessünk.